Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Felkészültek a térre. 51 géppel és 326 emberrel várja a hideget a közútkezelő. 300-an szavaltak. Az anyanyelv szépségeire hívták fel a figyelmet a Vigadóban. Az emlékévhez kapcsolódnak. Arany és Jókai levelezésébe lehet betekinteni a művelődési házban. Szeged, Kisvárda 0-2. Nem szakadt meg a Szeged grosis nyeretlenségi sorozata. Az unokát gyanúsítják. Holtan találtak a rendőrök egy idős nőt Sarkadkeresztúron. Felkészült a térre a megyei közútkezelő. Jelentették be a hétfői Békéscsabai sajtótájékoztatón. A szervezet 51 géppel és 326 emberrel várja a rossz időt. Ez a nap híre. Csütörtökön és pénteken lezajlott az ilyenkor szokásos gépszemle. Hétfőn pedig sajtótájékoztatón számolt be a téli felkészülésről a megyei közútkezelő vezetése. A békéscsabai eseményen elhangzott, az összesen 1469 kilométeres megyei közúthálózatot a korábbi évekhez hasonlóan három kategóriába sorolták. A legelsőbe a legfontosabb útvonalak tartoznak, ezeket szükség esetén teljes hosszon kezelik, ide azonban csak 412 kilométer tartozik. Elképzelhető viszont, hogy hamarosan bővítik e kört. Szó van arról, hogy ez a szabályzat valamilyen formában módosítva lesz, történetesen arra, hogy esetleg ki lesz bővítve egy további útvonalakra is, amelyen magasabb szolgáltatási színvonalak fognak megteremtődni. Ez még egyelőre csak terv. A közútkezelő 51 géppel vág neki a télnek, mely az ő időszámításuk szerint november 10-én kezdődött. Ekkorra rendbe tették és beüzemelték a speciálisan téli feladatokat ellátó munkagépeket, téli felszereléssel látták el a járműveiket, melyeket mérnökségenként alapos ellenőrzésnek vetettek alá. Rossz idő esetén a 167 saját munkatárs mellett téli kiegészítő embereket és közmunkásokat is bevetnek. Szükséges felvenni gépkezelőket. Határozott időre 13 főt vettünk föl most a téli időszakra ebben az évben, és hát egy úgynevezett közmunkás program keretében belül még 146 fő dolgozik, akik hát nem kifejezetten téli feladatokat látnak el, de a téli feladatokban is azért elég jól és hatékonyan tudjuk őket foglalkoztatni. A megyei közútnál egyfajta téli előkészítésként 12 ezer tonnányi anyaggal végeztek kátyúzást, 12 ezer méter hosszan építettek ki hófogóhálókat, és ezekben a napokban is töltik a raktárakat sóval. Közel 300 tanuló szavalta együtt Arany János Velszibárdok című balladáját a Vigadóban. Ezzel a programmal az anyanyelv szépségeire igyekeztek ráirányítani a figyelmet. Edward király, angol király, léptet fakólová. Katkó Ferenc színművész előmondása után közel 300 általános és középiskolás szavalta együtt a Vigadóban Arany János a Velszibárdok című balladáját a Magyar Nyelv napján. A szervezők szándéka az volt, hogy az anyanyelv szépségeire felhívják a figyelmet, a rendezvényt összekötötték az aranyévvel. Az eseményen elhangzott, a Velszibárdok históriája a gyulai vár védelménél lényegesen korábban történt, a hősiesség miatt mégis párhuzam vonható az események és a szereplők között. A közös szavalás eredetileg a várban lett volna, de az időjárás miatt a Vigadóban rendezték meg, ami ennek a programsorozatnak az egyik csúcspontja. Ez a szervezők szerint segíthet abban, hogy a fiatalok jobban óvják, ápolják anyanyelvünket. Mi azt tapasztaljuk, hogy ez a rendezvény segít. Ráadásul az internet, a Facebook is olyan, hogy ugye rövidített nyelv a kifejezések. Tehát valahogy szépen, igényesen, ízlésesen, választékosan beszélni nem érték, nem érdem a Magyarországon. És ehhez mi próbálunk ezt elkerülendően egy különleges rendezvénysorozattal hozzájárulni. Itt jelen esetben még van ugye külön a Erkel Bicentenárium, Arany Jánost is kiemeltük. Tehát egyáltalán a nyelvet, a nyelv szépségeit, a kapcsolódó rendezvényeket mind-mind azt szolgálva, hogy a diákok odafigyeljenek, hogy a fiatalok odafigyeljenek. A jövő generáció lássa, hogy azért a nyelv, a nyelvművelés az egy nagyon fontos dolog. A rendezvény szervezője rámutatott, ha Arany angol nyelven írta volna a műveit, olyan magas szinten jegyeznék, mint Shakespeare-t. Arany János és Jókai Mór levelezésébe lehet betekinteni a gyulai művelődési házban. A tárlat azon programok sorába illeszkedik, melyekkel az Erkel Ferenc Kulturális Kft. Az Arany emlékévhez kapcsolódik.
Irodalmi és kultúrtörténeti szempontból is különleges kiállítást tekinthető meg a napokban a Művelődési Házban. A Földszinti Galériában november 15-ig Arany János és Jókai Mór levelezésébe nyerhetünk betekintést. A magyar irodalom két kiemelkedő alakjának 19. századi levélváltásának pontos, az eredeti dokumentumokat hűen utánzó, minden apró részletében megegyező másolatait a Petőfi Irodalmi Múzeum készítette. A balatonfüredi kollégáknak, művelődés szervező kollégáknak köszönhetjük tulajdonképpen ezt a tárlatot, akik a Petőfi Irodalmi Múzeum szakemberei segítségével állították össze a tárlatot. Azt ugye valamennyien tudjuk jól, hogy Balatonfüreden a Jókai villát tekinthetjük meg, és a település így kötődik magához, Jókaihoz. Nos, Arany Jánossal folytatott levelezését mutatja be ez a kis rövid tárlat, ami egy utazó kiállítás, ezekben a napokban található itt Gyulán, és aztán majd utazik tovább Kecskemétre, illetve Győrött lesz majd megtekinthető. A tárlat azoknak a programoknak a sorába illeszkedik, amikkel az Erkel Ferenc Kulturális Kft. Az Arany János emlékévhez kapcsolódik. Egyre hosszabbra nyúló nyeretlenségi sorozatát szerette volna megszakítani vasárnap a Szeged 2011 Rosics Akadémia. Subka Attila együttesére nem várt könnyű ellenfél, hiszen a mezőny egyik kiemelkedő csapata a Kisvárda látogatott Gyulára. A feljutásért küzdő Kisvárdát fogadta vasárnap a Szeged 2011 Rosics Akadémia. Subka Attila együttes a 8 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát szerette volna megszakítani. A vendégek az MTK-val folytatnak külön versenyt az NB1-es tagságért. Solymosi Péter játékvezető sípszava után 6 perccel pászkalövése került el a kaput. Nem sokkal később Szabó helyezett középre, de Zádori és Povázsai is lekésett a labdáról. Egy bedobást követően Germán csúsztatott fejjel a kapu mellé a 11. percben. A támadóbb szellemben futballozó Szeged Rosics egyre közelebb került a vendégkapuhoz, de a kisvárdai védelem a helyén állt. 20 perc játékot követően Lukács ollózva próbált gólt lőni. A 39. minutumban Ilics indulhatott meg középen. A veszélyes helyzetben Áhim tisztázott. Az első játékrész utolsó másodperceiben megszerezte a vezetést a Kisvárda. Oltán helyezett Vári fejére, aki bevette a szegedi kaput. A második félidő elején Szabó próbálta bevenni a vendégkaput, de Zöldesi védett. Az 55. percben tovább növelte előnyét a Kisvárda. Ilics szöktette Várit, aki Szántait átemelve helyezett a kapuba. A hátrány ellenére nem tétlenkedett a Szeged Rosics. Katona ívelését Zádori feje elől mentette Zöldesi. A 62. percben Oltán indította Lukácsot, de Farkas utolérte a támadót, így Szántai könnyen fogta a labdát. Nem sokkal később ismét Lukács próbálkozott közelebb kerülni a kapuhoz, de Farkas a helyén volt. A 73. minutumban Germán szabadrugását védte Zöldesi. Nem sokkal később pedig Pászka lőtt a kapu fölé. A 82. percben Gosztonyi lövését Szántai védte. Két minutummal később a másik oldalon pedig Beke próbálkozását hárított a Zöldesi. A hármas sípszóig már nem változott az eredmény. Szeged 2011 Rosics Akadémia, Kisvárda 0-2. Úgy láttam, hogy egy nagyon jó remű mérkőzés volt, mindkét csapat próbált futballozni. Azt mondom, hogy ezen a mérkőzésen nagyon jól játszottunk. Szereztünk két gólt, ezen kívül még voltak lehetőségeink. Az ellenfelünket pedig megakadályoztuk abban, hogy a kapunkhoz kerüljenek, úgyhogy gratulálok a játékosoknak, nagyon jó volt a hozzáállásuk, a befektetett munka, úgyhogy én úgy gondolom megérdemelten nyertük meg ezt a találkozót. A Szeged 2011 Rosics Akadémia a vereséget követően a 15. helyen áll a tabellán. Hiányzik még mindig az a kvalitás a csapatból, ami segíten abban, hogy a mérkőzéseket meg tudjuk nyerni. Lehetőségeink voltak igazán, de gólt nem tudunk rúgni, és addig még gólt nem tudunk rúgni, addig csak ilyen eredmények születhetnek, vagy jó esetben esetleg pontot tudunk szerezni. A Szeged Rosics vasárnap a Siófok ellen lép pályára. A csapat következő hazai mérkőzését november 26-án vasárnap a Csákvár ellen játsza. Házának udvarán holtan találtak a rendőrök egy nőt november 10-én délután Sarkadkeresztúron. A 81 éves asszony eltűnéséről 13 óra 25 perckor tett bejelentést egyik hozzátartozója. A sarkadi rendőrkapitányság rendőrjárőrei perceken belül megérkeztek a házhoz, ahol meghallgatták a bejelentőt, valamint az eltűnt nő rokonait, és elkezdték keresni az idős asszonyt. Holttestét az udvaron elrejtve találták meg.
Az egyik rokon egy 35 éves nő elszámoltatásakor ellentmondásokba keveredett. Ezért a rendőrök a helyszínen elfogták és előállították a sarkadi rendőrkapitányságra. Az idős nő unokája ellen emberölés megalapozott gyanúja miatt rendeltek el nyomozást. A megyei főügyészség kezdeményezésére előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügy részleteiről a gyulatelevízió.hu oldalon számolunk be. Négy megyében követett el bünteteket az a csopaki férfi, akit Spanyolországból hoztak haza a rendőrök. Még 2016 márciusában több százezer forintot loptak el egy gyulai szálloda két szobájából. A szobák ajtaján a mágneses zárakat úgy nyitották ki, hogy a zárak nem rongálódtak meg, nem mentek tönkre. A gyulai rendőrkapitányság és a Békés megyei rendőrfőkapitányság nyomozói azonosították azt a férfit, aki a gyanú szerint összesen 19 szállodai szobából lopott. A 36 éves csopaki S. Attila Spanyolországba utazott, egy ottani börtönből hozták haza a magyar hatóságok. Átadták a sarkadi járási hivatal 50 millió forintból felújított épületét. Rövid hírek következnek. A sarkadi járási hivatal 50 millió forintból felújított épületét adták át péntek délelőtt. A Szent István tér 7 szám alatt található ingatlan korszerűsítése során a homlokzatot hőszigetelték, kicserélték az elavult nyílászárókat, új kazánokat szereltek be, valamint napelemes rendszert telepítettek a tetőre. A kormányhivatalok létrehozása, a szakigazgatási szervek integrálása, a járási hivatalok kialakítása, az mind ugyanazt a célt szolgálta. Takács Árpád kormány megbízott az átadó ünnepségen elmondta, a járási hivatalok szervezeti átalakításának és infrastruktúrális fejlesztésének egyaránt az a célja, hogy ügyfélbarát közigazgatás jöjjön létre. A sarkadi épület felújítását a megyei kormányhivatal által a Széchenyi 2020 program keretében elnyert 1,2 milliárd forintos visszanemtérítendő támogatásból finanszírozták, amiből 10 Békés megyei középület energetikai fejlesztését valósítják meg. Szegeden végeztem az egyetemet, Budapesten váltam politikussá, de Sarkadon váltam emberré. Az eseményen jelen volt Csepregi Nándor, aki személyes kötődése miatt mindig kiemelt figyelemmel követi Békés megyét. A miniszter helyettes elmondta, az ország többi részéhez hasonlóan 2010-ben erre a térségre is a rosszul működő államaparátus volt a jellemző. A kormány azért az elmúlt 7 évben azon dolgozott, hogy európai színvonalú közigazgatást hozzon létre mind infrastruktúrális, mind pedig intézményi szempontból. Az átadó ünnepség után bemutatták a felújított épületet, ahol mintegy 40 ezer ügyfél mostantól korszerűbb környezetben intézheti ügyeit. A tánc is az egyik része volt annak a háromnapos programsorozatnak, melyet az Életet az Éveknek Országos Szövetség Mozgás egy életen át címmel rendezett meg Gyulán. A szervezők szándéka az volt, hogy ennek a korosztálynak az egészséges életmódhoz kapcsolódó programokat nyújtsanak, a tánctól a tornán át a jógáig. Voltak, akik már több ilyen rendezvényen is részt vettek. Az esemény szervező Életet az Éveknek Országos Szövetséget 28 évvel ezelőtt hozták létre, többek között azzal a céllal, hogy olyan közösségi programokat szervezzenek, melyek javíthatják az idősek életminőségét. A szervezet, melynek a megyében már több mint 50 klubja van, több művészeti csoportot is működtet, és kiemelt figyelmet fordít a sport és az egészséges életmód népszerűsítésére, ami azért is hiánypótló, mert kevés helyen működnek a programokhoz szükséges háttérszervezetek. A rendezvényen több mint 300-an vettek részt, melyen kézműves vásárral, valamint számos szórakoztató és sportprogrammal várták a résztvevőket. Öt sportág alapjaival ismerkedhetnek meg rendszeres foglalkozások keretében a török zugi óvodába járó gyerekek. A program egyfajta indításaként pénteken a városi sportcsarnokban tartottak bemutatót, melyen az óvodások a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a tenisz és a floorball elemeit gyakorolták a korosztálynak megfelelő eszközökkel. A rendezvényen aláírtak egy olyan együttműködési megállapodást, mely több szervezet bevonásával szeretné elérni, hogy minél hatékonyabban működjön a sportos életmódra nevelés a török zugi óvodában. A török zugi óvoda ez év szeptemberétől csatlakozott az országos Sportmanó programhoz. Ez az egészséges életmód és a mozgás népszerűsítésével szeretné elérni, hogy a gyermekek egészséges, aktív emberré váljanak. Az Elizabeth Hotel nyert a gyulahús játékán, vagyis férőhely arányosan az ő vendégeik vásároltak a legtöbb alkalommal a húsipari cég Békesugárúti üzletében. A győzelemért járó elismerést a szálló vezetője csütörtök délután vehette át. A gyulahúsnál elégedettek a játékkal, mely révén a korábbiakhoz képest észrevehetően megnőtt az üzlet presztízse a városba látogató turisták körében.
A játékba hónapról hónapra több szolgáltató kapcsolódott be, ezért az idei tapasztalatok felhasználásával jövőre mindenképpen szeretnék folytatni a helyi szolgáltatókat és a vendégeket megszólító programot. Márton napi vására készültek a gyerekek péntek délelőtt a Galbácskerti óvodában. A Márton nap a 40 napos adventi böjtöt megelőző utolsó nap, amikor a jó ízű és gazdag falatozás vigasság megengedett. Hogy az egy garas. A hagyományőrző eseményen a gyerekek felelevenítették a mártonnapi hagyományokat. Ezt a rendezvényt 2000 óta minden évben megtartja az óvoda. Az óvoda falai között a szülők segítségével készített portékákat árulták a gyerekek. Kapható a többek között liba formájú mézes kalács, illetve díszek is. A rendezvényen befolyt összeget hagyományosan a nagy, vagyis a pillangó csoport kapja. Ők együttesen döntik majd el, hogy mire költik el az adományt. Az előző évben a szegedi vadasparkba látogattak. Az óvoda jövő héten szerdán a hamarosan megnyíló városi adventi vásárra készülődik a szülők bevonásával. A délutáni programon közösen alkotnak, kézzel készült tárgyakat készítenek. A vásáron összegyűlt adományokból az óvoda a gyerekeknek vesz majd karácsonyi játékokat a csoportokba. 2009 óta november 13-án ünnepeljük a magyar nyelv napját. Ez az emléknap a közfigyelmet igyekszik ráirányítani a nemzeti identitás alapját jelentő magyar nyelvre. A magyar nyelv ápolása valamennyiünk közös érdeke, hogy megőrizzük ezt a fontos értékünket. A diákokat arról kérdeztük, odafigyelnek-e anyanyelvünk védelmére. Én úgy gondolom, hogy egyre többen mennek ki külföldre tovább tanulni és megdolgozni, és nagyon fontos, hogy megtartsuk a magyar nyelvet, még akkor is, hogyha esetleg máshol élünk. Szerintem az is tényleg nagyon fontos, hogyha valaki esetleg külföldön szül gyereket, akkor megtanítsa a gyerekét magyarul, és úgy gondolom, hogy nagyon szép az egész nyelv, és az irodalom is nagyon értékes. Hogy azért fontos, hogy őrizzünk meg a magyar nyelvet, mert ebben van a kultúránk, és hogy így tudjuk megőrizni a kultúrát, és ez egy hagyományőrzés is, és fontos mindenki számára, úgy a mostani fiatalok számára is, mint az idősebbeknek. Azért is fontos szerintem, mert nagyon kevesen vagyunk már az országban, és így is rengetegen kimennek dolgozni külföldre, és fontos, hogy ezeket a hagyományokat megtartjuk, hogy ne halljon ki a hagyomány se és a nyelv se. És ez egy nagyon fontos dolog, szerintem főleg a fiatalabb generációk számára. Fontos lenne is az alapműveltség része is, és nagyon sok emberből hiányzik most már sajnos, de remélem, hogy ezekkel a programokkal újra fel lehet ezt tornázni egy olyan szintre, hogy meg is értsük ezeket. Árpádkori templomokat mentettek meg Erdélyben. Támogatást kapott a Békési Múzeum. Lapszemle következik. Árpádkori templomok menekülnek meg. Újabb erdélyi műemléktemplomok menekülnek meg az enyészettől, a határon túli magyar épített örökség felmérésével és megóvásával megbízott Teleki László alapítvány jóvoltából. A Magyar Kurír azt írta, hamarosan a felújított erdélyi kükülővári templom átadására kerül sor. Támogatást kapott a Békési Múzeum. 2,3 millió forint értékű minisztériumi támogatásban részesült a Jantyik Mátyás Múzeum, írta a Békésváros. Az elnyert összeg a gyűjtemény feldolgozást elősegítő szakmai munka támogatására és informatikai eszközök beszerzésére fordítható. Súlyos vereség a futszál NB1-ben. Sokkal jobb volt a Hajdúböszörmény a gyulai amazonok futszál csapatánál. A hazai gárda 12-1-re nyert a hétvégén, írta a bmsextra.hu. A csapat vasárnap délután a második helyezett Szekszárd ellen hazai pályán javíthat. Sportosan telt a szombat. Csaknem 90-en húztak futócipőt, vagy pattantak görkorcsolyára, és töltötték mozgással a szombat délutánt Orosházán. Az Üveghegyen is túl elnevezésű verseny legsportosabbjai 20 kilométert vállaltak be, írta az Orosz Café. Kedden még előfordulhat gyenge csapadék, de jelentős eső nem várható. Szerdán gyengül a szél, többször kisüt a nap, de hideg marad az idő.
Kedden erős északkeleti szél fúj. Többnyire borult lesz az ég, délelőtt eső is eshet. Délután észak felől vékonyodni kezd a felhőzet, megszűnnek az esők, de napsütés mégsem valószínű. Este mérséklődik, éjjel legyengül a légmozgás. Szakadozottan felhős, párásodó idő várható, hajnalban elszórtan gyenge faggyal és kötfoltokkal. A hőmérséklet az éjszakai 6 fokról kora délutánra 7 fokig emelkedik. Szerdán még nagyobb valószínűséggel eloszlik a köd és a felhőzet is, majd változóan felhős, hideg idő alakul ki, derengő, szűrt napsütéses időszakokkal. Csapadék nem várható, a szél is gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet 1 és 8 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Felkészültek a térre. 51 géppel és 326 emberrel várja a hideget a közútkezelő. 300-an szavaltak. Az anyanyelv szépségeire hívták fel a figyelmet a Vigadóban. Az emlékévhez kapcsolódnak. Arany és Jókai levelezésébe lehet betekinteni a művelődési házban. Szeged Kisvárda 0-2. Nem szakadt meg a Szeged Grosics nyeretlenségi sorozata. Az unokát gyanúsítják. Holtan találtak a rendőrök egy idős nőt Sarkadkeresztúron. Ez volt a Gyula TV iradója. Most a Spiritus következik, utána a pódiumot láthatják. További jó tévézést kívánunk. Köszönjük figyelmüket!